Ez a nem mindennapi történet 2017-ben kezdődött, amikor Branislav Brankov, zombori festőművész özvegye, Vasagyi Mária írónő, elhunyt férje hagyatékából 80 ceruzarajzot, 30 pasztelt és egy szobrot ajándékozott a Zombori Városi Múzeumnak. Branislav Brankov kiállításának megszervezése valójában egy régmúlt történet rekonstrukciója az 1960-as évekből, amikor a Párizsban tartózkodó Brankovot baráti szálak fűzték Agnès Amberhez, Bernardo Rivalhoz és Jean Cassouhoz. Brankov a hazatérése után is levelezett ezekkel a művészekkel és ceruzarajzokat küldött nekik, de azt még ő sem tudta, hogy 91 rajza a Párizsi Modern Művészeti Múzeumban, a híres Pompidou központban talál otthonra. Mindez mélységesen megdöbbentett bennünket. Mi is most rakjuk össze ennek az összetett történetnek a mozaik kockáit. Hamarosan kiderült, hogy a Zomborban viszonylagos névtelenségben élő Branislav Brankovnak Párizs mellett Kopenhágában is volt kiállítása. Munkáit még az egyik legnagyobb dán festő, Richard Mortensen is nagyra tartotta. Átkozott művésznek nevezik, valószínűleg azért, mert sohasem kapta meg azt a helyet művészi körökben, ami megillette volna. Szóval elfelejtették. Annak ellenére, hogy az életműve igen jelentős. Nagyon tiszteltem benne a művészembert, és elsősorban a művészember becsületét, ami arról szólt, hogy a művészetet nem szabad és nem lehet apró pénzre váltani. A félelem mindig benne volt. A legegyszerűbb beszélgetésekkor is érezhető volt a halálfélelem, ami minden művészben benne van, az elfelejtettségtől való félelem, és egy ősfélelem, ami tulajdonképpen, ha nincs meg a művészben, az az ősfélelem, akkor nem művész. Branislav Brankov ceruzarajzait december 23-áig csodálhatja meg a zombori közönség.